Hello nézők! A mostani bemutató alany az Airborne Troops Countdown to D-Day nevű játék, amit a Widescreen Games fejlesztett és a Playlogic adott ki 2004-ben PC-re és PlayStation 2-re. Hello, my name is John Welsh, and this is my story. Ezt a John nevű ejtőernyőst alakítjuk, aki a hírhet normandiai partraszállás előtt 2 nappal repült Franciaországba egy Murat nevű La Résistance taggal, illetve egy rakás robbanószerrel, mikor szokás szerint a flekek szétlövik a gépet, így egyedül kell fejest ugranunk a II. Világháború normandiai színterébe. Ilyen fényképek segítségével kapunk tippeket a játékhoz, illetve majd a történet is hasonló módon fog tovább haladni. Nos, tehát itt is van Johnny fiú morcos szemöldökével, úgy néz ki, mint egy Ken baba. Az elején még ilyen felkiáltó jeleknél kaphatunk további tippeket a játékhoz, ha az F-gombbal használjuk őket, például, hogy osonjunk a Fritz mögé és késeljük meg. Igen, ez a játék inkább a lopakodás részesíti előnyben, mintsem az akciót, épp ezért diszkréten robbantsuk fel ezt a hordót, BAM! Viccet félretéve tényleg jobban járunk, ha csendben intézkedünk a pályákon. Az árnyékban guggolva 99%-ban nem vesznek minket észre az őrök, és van ez a tök hasznos dolog, hogy jobbra-balra ki lehet nézni a fedezék vagy a sarkok mögül. Illetve a legsűrűbben használt képességünk ez a tigris bukfenc. Ez amellett, hogy egész látványos, tényleg gyorsan fedezékbe tudunk ugrani vele, és totál csendes, az ellenfelek valamiért nem nagyon hallják ezt meg. Ami azért felvet pár érdekes kérdés az ellenfelek érzékszerveit illetően. Alapból még, hogyha sétálunk, akkor is kb. Egy lépés távolságról gyanút fognak, de ekkor már általában nekik harangoztak. Csak a guggolás és a bukfenc csendes 100%-ban, de igazából simán rájuk is rohanhatsz, mert egyszerűen így működik ez a játék. Ez abszolút nem reális, de legalább az én dolgomat könnyíti meg. Sajnos a késeléshez mindössze ez az egyetlen animáció társul, amit tekintve, hogy az egész játék ezt forszírozza, eléggé unalmas lesz a vége felé. Az ellenfelek látása is picit sarkallatos, mint mondtam, az árnyékban nem nagyon vesznek észre, csak ha nagyon közel állunk hozzájuk, a fényben pedig szinte azonnal elég nagy távolságból is lebukhatunk, de a fricek hangereje az óriási, elég egy mellékéselés és hiába nem volt lövés, mindenki tudni fogja, hogy pontosan hol is vagyunk. A hullák elrejtésével viszont nem kell bajlódnunk, mivel ezek a bakák haláluk után szépen elszublimálnak. További nehezítő tényező még a tereptárgyak helyenként hibás kollizsönje, magyarán nem ritka, hogy fennakadunk dolgokban. Szerencsére egyik pályán sem vagyunk a lopakodásra kötelezve, ez inkább fordítva fog párszor előfordulni, de tény, hogy csendben maradva nagyban megkönnyítjük az életünket. Ezt úgy értsétek, hogy nagyban megkönnyíthetjük. Ugyanis ha észrevesz az ellenfél, akkor a program ezt azzal bünteti, hogy indokolatlan irányokból a semmiből előrohan 3-4 vagy 5 katona és jó étvágyat kívánnak az ólomgaluskákhoz. Annak ellenére viszont, hogy az életerünk még normál fokozaton is elég gyorsan fogy, ha ügyesek vagyunk, általában megúszhatjuk a dolgot minimális veszteségekkel, illetve meglepően sűrűn találhatunk medikiteket is a pályákon, amiket valamiért így oldottak meg a fejlesztők, nem tudom, nehéz lett volna egy dobozt megrajzolni, passz. Szóval általában nem akkora vész, hogyha lebukunk, kivéve azokon a pályákon, ahol riadót fújhatnak a derék németek, amíg a riadó aktív, addig folyamatosan 2-3 fős osztagok teremnek be a pályára végtelen számban. Ezt orvosolhatjuk a kapcsoló gombokkal, vagy még egyszerűbben az egész riasztógépet kikapcsolhatjuk, feltéve ha megtaláljuk azt a pályán. Amint láthatjátok, a játéknak egyszerű szabályai vannak a lopakodást illetően, nem mondanám életszerűnek egyáltalán, de mint minden ilyen játéknál meg lehet szokni a kis hülyeségeket, úgyhogy aki nem akar rambózni és türelmesen megtanulja a játék mechanizmusát, a jó öreg Commandos Paradoxon mintájára sikerrel fog járni. Annak, aki nem ismerné, a Commandos Paradoxont a Commandos 2 nevű zseniális stratégiai játék teremtette meg, ahol egy doboz cigarettával és 2 késsel a 3. birodalom egész gyalogos hadtestét ki lehetett vonni a forgalomból. Természetesen ez csak egy apró logikai baki, a Commandos 2 bőven top 10-es játék. Végtére is, hogyha szorul a hurok, akkor jön a lövöldözés, ami, ahogy az ilyen játékoknál lenni szokott, hagy némi kívánnivalót maga után. A kés mellett van egy pisztolyunk, ami végtelen lőszerrel rendelkezik, de a hatótávolsága úgy nagyjából 0,5 méter, és olyan szórása van, mint egy shotgunnak, nézzétek meg, hogy lehetséges ilyen szögben ez a lövés. Emellett a félautomata és igen pontos M1 Garand és a Thompson géppisztoly lapul alapból a hátizsákban. Az ellenfél fegyvereit is felszedhetjük, a Mauser puska és az MP40 mellett néha még egy Panzerschreck is elfér majd a zsebünkben. Mint mondtam, a pisztollyal felesleges próbálkozni, távolra ellenben kiválóak a puskák, legtöbbször odalőnek, ahova szeretnénk, még akkor is, hogyha a célkereszt egy ilyen körülbelüli becslést mutat csak. A legtöbb ellenfélben egy fejlövés elég szokott lenni amúgy,
Közelharcban viszont az SMG-k a legjobbak, bár itt valamiért nem kapunk hozzájuk célkeresztet, és mindegyik úgy szól, mint a kurva élet, de hát a közelharc az közelharc. Ezen kívül, ha nem célzó módban vagyunk, akkor tudunk ütni is a fegyverekkel, de hát ez is elég felejtős. Az ellenfelek intelligenciájáról még egyikük sem egy IQ bajnok, bár tény, hogy sok esetben fedezékbe bújnak, esetleg visszavonulnak, vagy rohannak a riasztógombhoz. Ennek ellenére viszont az összes tűzpárbaj egyszerű, mint a százasszög, ahol a legnagyobb gondot a fegyverek szórása fogja jelenteni. Na de nézzük a küldetéseket, a legelső pályán össze kell szednünk a felszerelésünket, amit valamiért nem vittünk magunkkal a repülőre, és a németek által megszállt városban van szétszórva, érdekes. A pálya végén találkozunk a kontakt személlyel, aki elvisz minket valamihoz, aki a helyi ellenállás vezetője. A kérdéses farmhoz érkezve látjuk, hogy az egészet megszállta az SS, illetve a fő ellenfél is itt jár név szerint Panzermeier és gestapós haverja Dr. Schutze. A pálya elején nincs nagyon más választásunk, mint tűzharcba keveredni, majd mehetünk tovább a farmházba. A pályák több kisebb része vannak felosztva, amiket egy-egy ajtó választ el egymástól. Ezek a külön részek amúgy teljesen függetlenek egymástól, tehát akár bazukával is lövöldözhetünk kívül, a házon belül ezzel senki nem fog foglalkozni. Az ajtók egyébként mentési pontként is szolgálnak, tehát ha szeretnénk sűrűn menteni, akkor oda-vissza kell járkálni a részeket elválasztó ajtókhoz. Köszönhetjük mindezt a nyavajás konzolos mentési rendszernek. Van egy térképünk is, ami egész korrekt, mutatja a feladatokat is. A fő feladatok mellett akadnak másodlagos objektívek is, amelyek általában nem túl bonyolultak, például szerezzünk meg dokumentumokat, tegyünk tönkre rádiókat, vagy iktassunk egy gestapós alakulatot. Valóban nem túl nehezek ezek, de cserébe mindössze különféle konceptrajzokat nézhetünk meg, úgyhogy mindenki döntse el maga, hogy megéri-e szenvedni velük vagy sem. A farmos pálya vége felé megtaláljuk valamit, aki természetesen egy francia nő, hát ki más vezetne egy ellenállást. Őt kell innentől védelmeznünk először MG42-vel, majd a farmot felrobbantva egy titkos kijáraton át menekülhetünk el, bele egy osztag és egy tank kellős közepébe. A németek igen korrekt módon a tank közelében elrejtettek ugyan egy panzerseket, amivel odapörkölhetünk a tanknak, tanke schön. Viszont nem említettem meg a játék legnehezebb akadályát, amivel először a farmos pályán találkozunk. Na de mire tippeltek? Halhatatlan náci szuperkatona, zombik, esetleg űrlények? Nem, egy lakat. Bizonyám, azt hiszitek, hogy ez vicc? Hát tessék, itt a lakat jelzi is a játék, hogy ez az ajtó bizony le van zárva, kulcs nincs hozzá, evidens, hogy le kell lőni a lakatot. Hajrá! Nem. Nem. És megint nem. Nézzük pisztollyal. Nem, nem és nem. Közelebbről talán, hát még így sem, hihetetlen. Na nézzük meg Tommy Gunnal, paf, na most sikerült. Nos, hiszitek vagy sem, itt iszonyat nagy szerencsém volt. A hivatalos megoldás a pisztollyal való lövés majdnem közvetlen közelről, ez legtöbbször működik is, kivéve... Na ez a játék csúcspontja, itt az összes lőszeredet ellőheted, akkor sem fog egyből leesni a lakat. A megoldás a játék végigjátszása után elérhető örök lőszer biztosító cheat volt, és így is hosszú percek kellettek ahhoz, hogy sikerrel járjak. Lakatok kontra John Welsh 1-0. Ráadásul a zseniális logika szerint az ajtó mögött van a riasztó generátor, értitek, tehát ahhoz, hogy lekapcsoljuk végleg a riasztókat, először percekig kell lőni a lakatot, amire persze egyik őr sem fog felfigyelni. Imádom. Na de, a farmos pályát követően két küldetés is választhatóvá válik, az egyik egy V2-es rakétabázison játszódik a már említett lakatos résszel, ez talán az egyik legjobb pálya, néha még gondolkozni is kell a továbbjutáshoz. A negyedik küldetésben a repülőben hagyott francia fickót kell kiszabadítani egy német kúria alak sorából. Érdekes módon sosem tudjuk meg, hogy a játék elején a közös küldetésünk célja mi is volt, mert az nem derült ki sem eddig, és ezek után sem fog. Egyébként ez egy megfelelően hosszú és összetett pálya, amit ügyesen végig lehet lopakodni. Ezt követően ismét választhatunk, az ötödik küldetésben az előző pálya csatornájából és kúriájából indulunk el, viszont itt más irányba, nevezetesen egy tankdepó irányába fogunk tovább menni, ahol igen, kitaláltátok, tankokat fogunk felrobbantani, és igen, nem találtátok ki, de egy francia árulóval is végeznünk kell, aki a béna fő ellenfelek kézikönyvéből lett előhúzva, magyarán rengeteg lövés kibír mindenféle ok nélkül. A kúriába visszatérve pedig találkozunk Schutze Dokival, akit egy panzersek segítségével ki is iktathatunk.
A hatodik küldetésben ismét valamit kell kiszabadítanunk, ezúttal egy középkori kastélyból. Itt is lehet ugyan lopakodni, de megmondom őszintén, nekem itt már elfogyott a türelmem, és inkább Rambó módon végigrohantam az egészen. Annyival azért nem nehezebb ilyen módon a küldetés, de legalább fele annyi idő alatt végig lehet vinni. Az egész végén légvédelmi ágyukat robbanthatunk fel, majd az egész kastélyt lebombázza az amerikai légierő, mi pedig végeztünk a dolgunkkal, mehetünk partra szállni. Pontosabban még nem, ugyanis megtalálták Páncél Mayer tábornokot, aki egy bunkerban rejtőzködik, és láthatjuk, hogy az SS-ben csak kemény fickókat alkalmaztak, ugyanis Páncél Mayer simán vigyorog egy panzersek lövés után is. Pár tárnyi lőszerrel később aztán tétre kényszerítjük, és meglepő módon egy szó nélkül végzünk is vele. Most már mehetünk tényleg partra szállni, illetve ha esetleg újra szeretnénk játszani valamelyik pályát, immár megtehetjük az ellenállás vezetője valami karakterét irányítva is. És igazából ennyi volt az Airborne Troops, és hiszitek vagy sem, szinte mindent elmondtam vele kapcsolatban, úgyhogy már csak az értékelés maradt hátra. Egészen meglepődtem először, mikor az Airborne Troops grafikáját megláttam. Mondtam magamban, hogy azért 2001-hez képest ez nagyon jó. Aztán a videó kutató munkája során láttam, hogy ezt 2004-ben adták ki. Oké, és így már kicsit más a helyzet. A fős animációja egész jó, tetszett, hogy viszi a puskát, vagy késsel a kézben lapul a ládák mögött, viszont miért csak egyetlen késelési animációt készítettek? A textúrák igencsak elmosodtak, a részletek elnagyoltak, elég csak az újratöltéseket megnézni, és az egész játékra jellemző egyfajta szürkeség, ami nem számít kifejezetten jó dolognak. Egy-két helyszín azért nem rossz, például a farmház belseje vagy a V2-es rakétabázis, de összességében ez nem egy nagy valami. A játék irányítása annyira nem vészes, bár egy picit hozzá kell szokni ahhoz a pillanatnyi késleltetéshez, ami például a célzáskor vagy fegyverváltáskor van jelen. Sokszor nyomkodtam össze-vissza az egérgombokat és végignéztem, hogy a fős puskatussal ütlegeli a nácikat, ahelyett, hogy célzott lövéseket adna le. Apropó célzás, mint mondtam, legtöbbször nincs vele baj, de hogy a géppisztolynak miért nem lehetett célkeresztet adni, az számomra szintén rejtély. Ja és persze ne felejtsük el a lakatos mizériát sem. A játék hangjaival kapcsolatban vegyes érzelmeim vannak, a fős hangja tök jó, az igazi, tökös amcsi fickó orgánummal beszél, de ő az egyetlen karakter, aki effektíve megszólal a játék során. Még a német katonák is csak felkiáltanak, morognak, meg nyögnek maximum, sehol egy keine Bewegung, vagy Handehoch, vagy Schweinhund, ami azért elég kínos egy második világháborús játéktól. A fegyverek hangja sem különösebben említésre méltó, viszont az esetleges környezeti zajok és zene ellenben egész jónak mondható. A zene összességében igen korrekt és dinamikusan változik, az én kedvencem a lopakodás alatt hallható sejtelmes dobpergésből és ambient zajokból álló darab volt. Az Airborne Troops a kezdetektől fogva a lopakodást próbálta előtérbe helyezni a lövöldözés helyett, viszont valahogy a két szék között a földre esett. Na jó, hogyha választanom kellene, akkor mindenképp a lopakodást választanám, mint jobbik részt, talán azért, mert itt több lehetőségünk van. Abszolút nem életszerű az őrök mögé bukfencezni és végignézni, ahogy késelés után levegővé válik a hullájuk, viszont ha ezt, illetve az őrök mozgását megszokjuk, akkor igen hatékonyan fogunk minden ellenfelet csendben eltenni lábalól. Aki viszont inkább rambózna, annak legalább ennyi mindent meg kell tanulnia a célzásról elkezdve az öröki újratermő őrökig, de jogos a kérdés, hogy megéri-e ennyi energiát fetszölni ezekbe? Hát nem nagyon. A játék ugyan igen rövid, de ez idő alatt is képes hamar monotonná és unalmassá válni, bármelyik utat is választjuk. Az előbb elmondottak és látottak alapján mindenki gondolhatná, hogy az Airborne Troops egy gagyi és félre sikerült játék. Tény, hogy alapvetően budget címnek szánták és ez meg is látszik rajta, viszont el kell ismerjem, van egyfajta sármja, akárcsak a Mesterlövésznek vagy a Western Outlaw-nak, valami van ebben a játékban is, ami miatt mégiscsak nem tudom úgy gyűlölni, mint például a Need for Speed 3-at vagy az Alpha Zylont. Úgyhogy végszóként én annyit mondok, hogy aki nem óckodik a budget játékoktól, az tegyen vele egy próbát, ha működik a kémia, működik, ha nem, akkor nem. Minden esetre be fogok mutatni egy hasonlóan sokkal jobban kivitelezett játékot is hamarosan. Én Lali voltam, köszönöm ismét a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, szevasztok!